Autósport és Formula magazin. Minden szerdán 17 órától a mikrofonnál Fodor László és a két szakértő műsorvezető. Gellérfi Csizmadia Gergő és Bognár Viktor. Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, Horváth Ede vagyok. Az Autósport és Formula magazin legújabb adását hallhatjátok. Itt ül mellettem két beszélgetőtársam. Gellérfi Csizmadia Gergő. És Bognár Viktor. Nos hát, kedves urak, mit szólnátok hozzá, hogyha jönne egy nagyon-nagyon jóságos tündér, és elintézné a számotokra, egy olyan fantasztikus helyzetbe csöppenhetnétek, hogy ti dönthetnétek el a Forma egy jövőjét. Hogy különféle dolgokat módosíthatnátok, eldobhatnátok, újításokat bevezethetnétek. Mit és hogyan csinálnátok másként? Például az állítható hátsó szárny esetében. Megtartanátok, átalakítanátok, vagy kidobnátok? Nagyon jó témát dobtál fel elsőnek. A DRS ugye egy olyan dolog, a DRS, vagy az állítható hátsó szárny, 7. éve boldogítja most már a Forma 1-es pilótákat és a rajongókat, és nagyon sokan vannak úgy vele, hogy ez egy ilyen mesterséges eszköz, ugye annyi a lényege, hogy az előzéseket segíti, amit minél előbb száműzni kellene a Forma 1-ből, mert az előzéseket, hogy mondjam, tehát úgy elveszíti az értékét az előzés, hogyha egy ilyen mesterséges módszerrel támogatják meg. Ugye nem pusztán a, tehát tulajdonképpen annyi a lényeg, hogy a versenyzőnek nem magának egyedül ön erejéből, illetve autója erejéből kell kiharcolni az előzési pozíciót, hanem van a varázsgomb, amit megnyom, és akkor fölnyílik a hátsó szárny, csökken a leszorító erő, és így ugye létrejön egy olyan sebességkülönbség, aminek segítségével az előzést végrehajthatja. Most ha én lennék például Ross Brawn, tegyük föl, én egy olyan rendszer tudnék elképzelni az állítható hátsó szárnyal kapcsolatban. Tehát egyrészt én megtartanám, mert nem az ördögtől való dolog ez. Más szériákban is működnek hasonló rendszerek. Vagy ez, vagy ugye például az amerikai sorozatokban divat az úgynevezett push-to-pass rendszer, hogy egy futam során adott számú alkalommal meg lehet nyomni a varázsgombot, ami plusz teljesítményt ad az autónak. Tehát nem az ördögtől való dolog ez, és igazság szerint én ebbe az irányba mozdulnék, ahogy a tengeren túlon csinálják azt. Jelenleg ugye egyetlen feltétele van a DRS, ugye az állítható hátsó szárny alkalmazásának, hogy egy másodpercen belül legyél az előtted haladóhoz képest. Taktikai szempontból is sokkal izgalmasabb lenne szerintem ez a rendszer, ha úgy működne, hogy mondjuk a futam elején mindenki számára adott 25-30 akármennyi fix darabszámú lehetőség, ahányszor ő ezt a gombot megnyomhatja. És hogy azt mire használja és mikor, felzárkózásra, védekezésre, melyik egyenesben használja föl, az mindenkire a saját belátása szerint rá lenne bízva. És nem lennének, ezáltal nem lennének olyan kiszámíthatóak ezek a DRS-es manőverek, mint jelenleg ugye már azt figyeli mindenki, nem is azt figyeljük verseny közben, hogy előzési pozícióban van-e, hanem hogy a számláló egy másodperc alá megye, mert ugye ha egy másodpercen belül van a másikhoz képest, akkor kinyitja a DRS-t és meg tudja közelíteni. Ezzel viszont, hogyha mindenkinek magának kellene beosztani, hogy mikor és hol és hányszor használja ezt az eszközt, egy talán igazságosabb, illetve szerintem biztos, hogy izgalmasabb felhasználása jöhetne létre ennek a dolognak. Való igaz ezzel az ideával, amit megfogalmaztál, én is nagyjából egyet tudok érteni, viszont én azért DRS ellenesebb vagyok, mint te, szóval én nem tartanám ezt a jelenlegi hátsó szárnyrendszert, ugye, ami már kezd kicsit ijesztő módon elterjedni is más kategóriákba, így a Forma 2-ben és talán már a GP3-ban is, nem tudom pontosan, és a DTM-ben is már ugye alkalmazzák ezt a DRS-t, ugyanaz a mechanizmus által működtetett hátsó szárnyat vannak DTM-ban, és bizonyos szabályokat is megvan korlátozó már így, ahogy elműtötted, hogy hányszor lehet használni, vagy ilyesmi, ott is most bonyolítottak, de egyre inkább megveti a lábát az elgondolás, ami azt jelenti, hogy egyre nehezebb lenne majd kiűzni, hogyha egyszer születik egy jobb megoldás, akkor nem fog mindenki csak megszabadulni tőle. Ezért ha tehetném, minél előbb elejét venném ennek az elburjánzásnak, és kicsit máshogy közelíteném meg ezt az extra teljesítményadást. Úgyis hasonlóan, mint például az IndyCar-ban van, ugye ott is motorból szabadítanak fel extra lóerőket ezzel a push-to-pass gombbal,
és ugye itt a Forma 1-ben is rengeteg hibrid energiát termelnek ezek az autók, hatalmas mennyiségű, 150 lóerő nagyságrendű mértékben járul hozzá a motorteljesítményhez, és ennek lehetne egy részét elraktározni úgy, hogy csak bizonyos gombnyomásra aktiválódhasson, és ezt használnak fel, azért mégiscsak kicsit természetesebb, ha lehet egy motor és egy hátsó szárny ellentétében arról beszélni, hogy melyik a természetes és melyik nem. Kicsit mégis technikaibb lenne ez az előny szerzés, illetve ez az összeteljesítmény. És így, ahogy Gergő is megfogalmazta, hogy ne csak a támadók számára engedélyezzük, hanem a védekezők is nyomhassak, és amikor ők jónak látják. És persze valami hasonló rendszer mindenképp szükség van, mert ugye láthatjuk, hogy idén a DRS mellett is nagyon kevés előzés van. Egyes versenyeken már csak ilyen egy-két előzés számoltuk össze idén, és képzeljük el, DRS nélkül valószínűleg még ezek se történtek volna meg, szóval valami mindenféleképp kell, és az, abban is van ráció, hogy azt mondják, akik mondjuk vitatnák ezt, hogy a támadó félnek és a védekező félnek is meg kell adni ugyanazt az előnyt, hogy úgyis ugyanakkor nyomnák, előbb-utóbb kitapasztalnák a pilóták, hogy tudod, hogy mikor fog támadni mögötted, és te is akkor nyomod be, és akkor ezzel semlegesíted mint egy az ő előnyét. Erre én azt gondoltam, hogy a Formula A-ben van most idéntől egy hasonló megoldás, ott is ugye ott van extra lóerő, amit ez a fan boost rendszer, ugye, amit kicsit máshogy történik, hiszen a közönség szavazza meg, hogy melyik három versenyző kapja meg ezt az extra lóerőt, de idéntől ezt úgy, akik ezt elnyerték, az a három pilóta úgy szabályozhatják, hogy a kormányon egy tekerővel szabályozhatják, hogy rövid időre nagyobb teljesítményt, vagy kicsit hosszabb időre, néhány másodpercre van szó, és egyenletesen egy kisebb teljesítmény löketet adjon. És mondjuk ezt bevezetnék a Forma 1-ben, akkor ott azért nehezebben tudnak kiszámolni egy védekező pilóta, hogy a támadó most milyen teljesítmény szinten próbál támadni, és egy egyenesben mondjuk azért nehezebb lenne kivédekezni egy ilyen támadást, és élvezetesebb is lenne a taktika, akár hogyha ezt képernyőn is tudnánk ábrázolni, hogy ez most ilyen löketet adott, az kicsit kisebbet, és most mi jelentette a különbséget, azt szerintem izgalmas lehetne. Igen, plusz még azt tenném ezt hozzá, és egyébként nem, egyáltalán nem rossz a gondolat, amit mondasz, ezen a nyomon el lehetne indulni, ha mi lennénk a Ross Brown, de tehát abban nem vagyok biztos, ugye azt mondod, hogy ezzel az lehet a gond, hogy itt nagyon kitapasztalnák, nagyon gyorsan kitapasztalnák a versenyzők, és előbb-utóbb úgyis mindenki ugyanott és ugyanúgy használná. Igen, de azért azt még vegyük hozzá, hogy aztán vagy jön egy Max Verstappen, vagy mondjuk egy Fernando Alonso, akik szeretnek, hogy mondjam, alternatív módon közlekedni a pályán, és olyan dolgokat művelni a versenyautóban, amit mások nem. És akkor ők mondjuk meglepnék azzal a riválisokat, hogy mondjuk nem a hosszú cél egyenesbe tekerik fel, hanem egy rövid egyenesbe, és aztán beesnek melléjük. Tehát szerintem lennének itt alternatív megoldások. Aztán az a 12-15 pilóta, aki meg ugyanúgy csinálja, mint a többi, az megvessen magára. De az összkép nagyon jó, majdnem meggyőztél, hogy száműzzük a DRS-t. Azért erre még alszom egyet. Nos, maradjunk még mindig ennél az elképzelt világnál. Hogyan változtatnátok meg a Forma 1 együttműködését a más hasonló autós versenysorozatokkal? Az a téma, ez mostanában az elmúlt egy-két hónapban került ismét terítékre, hogy milyen jó lenne, hogyha a pilóták könnyebben át tudnának járni egyik sorozatba a másikba, ugye Fernando Alonso nagy indikár kalandjával kapcsolatban, aki képes még a monakói nagydíjat is kihagyni egy F1-es futamot azért, hogy elindulhasson Indianapolisban egy egészen más típusú pályán, más karakterű versenyen. És ugye ez egyértelmű, hogy mindkét félnek, az Indikának és az F1-nek is sokat hoz a konyhára, nagy hírverés jelent mind a kettő számára, hogy egy ilyen átmenet létrejöhetett. Mint ahogy itt volt ugye Nico Hülkenberg is két évvel ezelőtt, amikor ő gondolt, hogy elment a Le Mans 24 órásra, és meg is nyerte egyből. És ez is nagyszerű hír volt, és fölcsillantotta a reményt, hogy hát, ha egyre többen mások is kedvet kapnak majd ehhez. Erre jött ugye tavaly Bernie Ecclestone, aki rászervezte az Európa nagydíjat, az azerbajdzsáni futamot a Le Mans 24 órás hétvégére, és ezzel úgymond ellehetetlenítette, hogy Hülkenberg ismét megpróbálja megnyerni a 24 órást. Igen, akkor még vitatták, hogy Ecclestone ezt szándékosan csinálta, hogy pont direkt oda tette a hétvégét, hogy ne az ő versenyzői, nem más sorozatokban
népszerűsítsük magukat, mert az mások számára jelentene hírverést. Hát ki tudja, hogy ebbe ugye van-e valami mögötte, de most idén az új vezetőséggel azért van remény a kicsit enyhülésre és arra, hogy akár engedélyezik az ilyen hasonló átjárásokat a továbbiakban, mint amit Alonso is tett, vagy amit Hülkenberg is tett, és többen is valószínűleg megpróbálnak. Inkább Le Mans-t, azért Indianapolisban nagyobb vállalkozó kezdke, hogy egy F1-es pilótán induljon, de tényleg nagyszerű lenne, hogyha mint a régi időkben egy versenyző több nagy futamon is fel tudna állni ezt azonban. Persze ez jó részt a csapatokon is múlik. Ugye Pascal Wehrlein példáján láthattuk, hogy egy ilyen már-már komolytalan gála esemény, mint a bajnokok tornája, és mekkora veszélyt jelent magában, vagy hordoz magában. Vagy emlékezzünk Robert Kubica balesetére, aki egy amatőr rally versenyen vesztette el majdnem a fél karját, és ugye ezzel ért véget az F1-es karrierje. Szóval az F1 lehet, hogy meg tudna tenni ezért dolgokat. Kicsit odafigyelni, ahogy mondod, a versenynaptárra, hogy mondjuk erre is van példa, ugye mondjuk a WEC, az Endurance Világbajnokság és a Super Formula próbálnak úgy egymásra figyelni, ugyanígy a WEC és a Formula E, néha becsúszik egy ütközés, de ez rendszerint külső okok miatt, tehát ők ugye próbálják úgy szervezni a versenynaptárat, hogy a versenyzők mindkét szériában szimultán mehessenek. Forma 1, alapvetően azt hiszem, hogy nem túlzás, azt mondjuk, hogy talán túl nagy ahhoz. Nagyobb megterhelést jelent a versenyzőknek annál, hogy teljes szezont futhassanak máshol is. Az viszont mindenki fontos lenne, ahogy hogy a Le Mans-nak a dátuma szabadon maradjon, ahogy az azért így is volt rendszerint a tavalyi évet leszámítva. Az Indy 500 ugye már csak azért is más helyzet, mert az ugye hagyomány, hogy egy napon rendezik a monakói nagydíjjal. Már a 60-as években Jim Clark is kihagyta a monakói nagydíjat, hogy elmenjen Indianapolisba, sőt, ha jól emlékszem, az 50-es években még Ascari is rákényszerült erre. Igen, neki is volt egy ilyen. Monakó kihagyására. Tehát ez nem tudom, hogy ki engedne, ki lenne hajlandó engedni abból Monakó vagy az amerikaiak, hogy május utolsó hétvégén legyen ez a két verseny. Azt nehezen tudom elképzelni, hogy ez végrehajtható lenne. És hát sajnos olyan gyorsan meg a Concorde már nem jár, úgyhogy olyan gyorsan nem lehet átjutni Monacóból Amerikába, hogy reális legyen mindkét futamot teljesíteni. Viszont még egy dolog eszembe jutott ezzel kapcsolatban. A 80-as években volt ugye egy ilyen betét sorozat a Forma 1-nek, egy túrautós bajnokság, ahol csak a neve nem jut eszembe, de lehet, hogy majd az van, Pro Mazda Series, talán? A Mazda-kkal mentek volna. BMW-kkel? Szerintem BMW, sőt, az biztos, hogy BMW-kkel mentek, és ugye az volt a lényege, hogy a Forma 1-es versenyhétvégi keretein belül egyforma versenyautókkal, ahol tényleg csak a pilóta számít, nagyjából mondhatjuk, egyforma túrautókkal megmérkőztek egymással az F1-es versenyzők. És az viszont például, tehát az tényleg nem akármilyen látványosság lehetett, és azt éppen el tudnám képzelni, nyilván nem mind a 21 verseny hétvégén, mert akkor az is elvesztené az érdekességét, és unalmassá válna, de évente 2-3 ilyen külön versenyt rendeznének a Forma 1-es pilótáknak, ahol hangsúly, valami másfajta versenyautóval és egyforma versenyautókkal csaphatnak össze, és ugye akkor már miért is ne rendezzük a versenyhétvégék keretein belül, az viszont mindenképpen nagyszerű lenne, és ott talán az is kiderülne, hogy ki az, akinek esetleg érdemes a Forma 1 után elkezdeni mondjuk a zárt karosszériás versenyzés felé kacsingatnia. Mert ugye az se fekszik mindenkinek, azt is láthattuk, volt Forma 1-esek, elmennek GT-zni, DTM-ezni, és van, akinek bejön, van, akinek meg nem. Igen, és például ez az egyforma autókkal való versenyzés, ez lehetőséget adna arra, hogy más sorozatok versenyzők is becsatlakozzanak adott esetben egy F1-es hétvégén. Most nekem Sebastian Loeb jutott eszembe hirtelen, aki 2009-ben kis hián debütált, ugye volt valami mizérje, hogy majd az Abu Dhabi nagy díjon szezonzáron beugorhat az egyik Toro Rosso-ba, mert kapcsolatban állt a Red Bull-el ugye a szponzoráció révén. És tényleg utólag derült ki, hogy mennyire közel is volt tényleg a debütáláshoz ugye a rally koronázott királya. És végül mégsem jött össze, mert valami, hogy nem kapta meg a szuperlicenszet, ugye kevés, nem volt formálatos tapasztalata tulajdonképpen, és
csak a Navi-re hivatkozva valahogy mégsem kapta meg végül a rajtengedélyt. De mondjuk, hogyha ő ott lenne, és egy ilyenre valószínűleg azért kárlát kapni, és könnyebben praktizás állhatna egy ilyen futamon, és megmérkőzhetne az F1-es pilótákkal, vagy ott van Valentino Rossi, akit már több mint egy évtizede kacélkodik, vagy inkább akkor kacélkodott még az F1-re való váltása, most már ugye tesz lehetőségnek is hiány van ahhoz, hogy komolyan gondolja, vagy Jorge Lorenzo, ugye a MotoGP másik világbajnok, aki nemrég Mercedes tesztelt, szóval őt is érdekelni valószínűleg egy ilyen, hogy megmérhetesse magát a F1-es mesterokkal. Szóval ha ugye bizonyos esetében, mint Monaco és Indianapolis esetében ezt tényleg elég elképzelhetetlenül tűnik, hogy majd valamelyik versenyt egy héttel előre vagy későre teszük. Sőt, az Indianapolis ugye az előző hétvégét is lefoglalja, mert akkor van az időmérő, szóval az még nehezebb lenne úgy összeszervezni. De ha ez a két nagy versenyt ugye nem is sikerül, lehetne találni alkalmat arra, hogy a nagy versenyt megmérkőznek egymásra valamivel komolyabb rendezvényen, mint a bajnokok tornája. A pontrendszer jelenlegi helyzetével, állásával hogy vagytok megelégedve? Változtattátok, vagy így hagynátok, ahogy most van? Magát a pontrendszert én nem bántanám. Amikor bevezették 2010-ben ezt a legújabb fajta pontrendszert, amely ugye a győzelemért járó addigi 10 helyet 25 pontot kezdett adni, akkor is elsősorban a bennem élő statisztikus háborodott fel, hiszen ugye a 60 éven át irogathattuk, hogy ki szerezte a Forma 1 történetében a legtöbb pontot. A győzelemért járó pontszám addig is változott, mert először 8 volt, aztán 9, aztán 10, de az mégiscsak egy jóval kisebb változás, mint a 10-ről 25-re emelés. Innentől ezek az örök ranglisták érvényüket vesztették. Tehát, hogy mondjam, most Daniel Ricciardo már több pontot szerzett a Forma 1-ben, mint Ayrton Senna. Azt hiszem, ez így van egész pontosan. Tehát ugye miért? Mert megváltozott a pontrendszer. Másfelől azóta már pontosan látszik, hogy miért van erre szükség. Régen, ugye először 6, aztán 8 pilótát pontoztak futamonként, de mivel a kiesési arány sokkal nagyobb volt, jelentősen nagyobb volt, mint ma, egyáltalán nem számított ritkaságnak, hogy a versenyzők fele kiesik egy futamon. Ez egy majdhogy nem átlagos dolog volt, ezért ugye a kisebb csapatoknak is megvolt az esélye oda kerülni a legjobb 6 közé, vagy a legjobb 8 közé. Mondjuk a 6 meg a 8, az sem mindegy. De mondjuk ha ma is 6 pilótát pontoznának, akkor nézzük csak meg, ott van például a Force India, akik a jelenlegi rendszerben mind a 4 futamon mindkét autójukkal pontot szereztek, és ez egy borzasztó stabil teljesítmény, a régi rendszerben meg lenne egy darab pontjuk. Ugye azért, mert sokkal kevesebb a kiesés, ilyen, hogy a versenyzők fele kiessen, hát ilyen nincs gyakorlatilag idejét, nem tudom mikor lehetett utoljára, de ilyen 2008-9 szerintem. Igen, 2010 óta biztos nem állt, akkor azt jelentette volna, minden célba érkező, ugye az első 10 pontot szerzték. Igen, azóta biztos nem volt ilyen, és ugye sokkal nehezebb az első 6-8 közé kerülni éppen miatt, és ezért volt szükséges az, hogy kiterjesszék ugye 10-re a pontszerzők számát. Viszont ha 10-en szereznek pontot, akkor nem lehet az elsőnek 10-et adni, mert akkor meg a győzelem veszíti el az értékét. Ezért alakult ki ez a 25-18-15-ös rendszer, ami szerintem jó. Amit viszont én bevezetnék, és akik olvassák a formula.hu-t, talán nem fognak meglepődni, amit most mondok, mert egy ideje már egy ilyen kis külön rovatba reklámozom ezt az elképzelésemet, hogy más sorozatokban tól sem idegen az a gondolat, hogy legyen egy másodosztály, egy külön értékelés. Nem arról van szó, hogy ketté szedni a mezőnyt, hanem arról lenne szó, hogy a privát csapatoknak, a gyári támogatás nélkülöző csapatoknak legyen egy külön pontrendszer. Persze ők is beletartoznának a világbajnokságba, de emellett az ő teljesítményüket külön is értékeljük. Most már második éve figyelem, hogy ez a képzeletbeli bajnokság, ahogy én ezt elképzeltem, hogy állna, és újra rájövök, hogy a középmezőny és a sereghajtók teljesítményét sokkal reálisabban lehet így értékelni. Mondok egy példát. Aztán majd legfeljebb azt mondjátok, hogy rossz nyomon járok. Tavaly például Esteban Gutiérrez ugye a legutolsók között végzett az igazi világbajnokságban, 0 pontot szerzett, és akkor például megelőzte őt az a Felipe Nasr, akinél szinte minden futamon gyorsabb volt Gutiérrez, egyszer kivéve, amikor Nasr becsúszott ugye a brazíliai esőkáoszban a 9. helyre, és szerzett 2 pontot. Tehát ugye az igazi világbajnokság szerint Nasr
sokkal jobb teljesítmény nyújtott, mint Gutierrez, hiszen ő pontot szerzett. Gutierrez meg egyszer sem. Viszont szegény mexikói volt, ha jól emlékszem, 5-ször volt 11-dik. Ugye majdnem pontszerző. És hogyha lenne egy ilyen külön tabella, ahol csak a kisebb csapatokat értékeljük, akkor azon már is világosan látszik, hogy például Nazörnél Gutierrez sokkal jobb teljesítmény nyújtott. Sőt, ezen a bizonyos külön tabellámon, amit összeraktam, ott a vizsgált csapatok között, tehát ugye a kisebb csapatok között, Gutierrez közvetlen a csapattársa Grosjean mögött zárt. Tehát egy hely volt köztük. Ugye úgymond az igazi világbajnokságban egy Grosjean szerzett 29 pontot, Gutierrez meg nullát. És ugye itt akkor megint, hogyha csinálunk egy ilyen külön tabellát, akkor kiderül az, hogy azért nem volt ekkora különbség a kettejük produkciója között, hogy 29-0, viszont ugye a világbajnoki tabellára meg ránézve azt láthatjuk, hogy Grosjean erőn felül teljesített, Gutierrez meg katasztrofálisan. És félreértés, ne essék, nem álltam be a Gutierrez szurkolók közé, mert szerintem egy pénzes zsákönök, akinek nincs helye a Forma 1-ben. De ő a jó példa erre, ami mellett érvelni szerettem volna. Nem tudom, Viktor, te mit gondolsz, mert én már beszéltem sokat, cáfolj meg. Alapvetően jó ötletnek tartom, amit mondasz, viszont eszembe jutott egy másik pontrendszer, amivel talán hasonló eredményre lehetne jutni, mint amit te mondasz, hogy privát világbajnoksággal, azaz kimutatná a Gutierrez fogafehérjét is, kimutatta volna tavaly, ez pedig az IndyCar pontrendszer, ahol ugye mindenki kap pontot. Még ha elrátoszt és az első kanyarba kiesel, akkor is kapsz 5 pontot, mert ott úgy van a rendszer kitalálva, hogy a győztes ugye 50-et kap, és aztán onnan csökken, és mindenki kap 5-öt, még az is, aki tényleg csak elrátó, már csak azért, hogy kvalifikált is benevezett egyáltalán a versenyre, és ott az van hátrányban részesítve, aki be se nevez. Nyilván az régebben többet számított, de most is osztogad a pontot, és minden célba érkezői kap bizonyos mennyiségű pont, az ugye egyre többet minél előrébb végez. És mondjuk, hogyha ez a fejbe ezt bevezetni, nem támogatom, hogy gyorsan hozzáteszem, mert azért ez már rendkívül radikális lenne az fejbe, meg azért ez egy Amerikában meghonosodott rendszer, és követhetetlen, tényleg ez nem lehetne számolni, hogy na most még annyi pont kell neki, egy ilyen helyezésre akkor megvan már. Vagy ugye még ketten essenek ki, mert hogyha ő már utána esik ki, akkor már több pontot fog kapni. Igen, lehetetlen lenne számolni, az tényleg katasztrófa lenne európai fejjel. De ez egy példa arra, hogy ez is valószínűleg nem számoltam utána, de esetleg majd megcsináljuk, hogy ezzel hol végzett volna Gutierrez, hogyha hasonlóan pontozzák tavaly a pilótákat, mint ahogy az IndyCarban. Egyébként én is úgy vagyok, hogy jó ez a jelenleg 25-18-15-ös rendszer, és nem csak én vagyok ezzel így, hanem szinte az összes európai székhelyű nagy versenysorozat, hiszen mindenki átvette 2010 óta, amely versenysorozat számít, valamint minden FIA sorozat, ezen kívül a DTM, és még sokan mások is hasonló rendszert használnak az első 15 pontot, szóval ez is olyan, ami csökkenni már nem fogják azt mondani, hogy jó, most már akkor kapjon csak az első 8, vagy vissza az első 6, ez most már legfeljebb csak bővülni fog a továbbiakban a pontszerzőknek a száma egy futamon. Az nagyon érdekes, hogyha megfigyeled, hogy az olyan sorozatok, ahol két futamot rendeznek egy hétvégén, és nem egyforma értékű a két verseny. Ott van, ahol a hosszabb futamra használják ezt a 25-18-15-öt, mint a GP2-GP3, de ugye a WTCC meg a rövidebbre használja ezt, és a hosszabbra többet. Igen, idéntől lett ugye változtatott, a hosszabb már 30-at ér, de ott is az első 10 kapmondot volt, és tovább bonyolítottak. A saját elképzelésem mellett annyival érvelnék még azért, hogy ugye egyrészt ez nem csak a pilótákra igaz, amit mondtam, hanem a csapatokra is. Tehát tavaly, most ha félretesszük a Menor iránti mérhetetlen szimpátiát, amit nagyon sokan éreztünk, magamat is beleértve, de roppant igazságtalan lett volna, hogyha Menor megveri az Aubert. Mármint ugye az jön ki a szezon végeredményben, hogy Menor jobb volt, mint az Auber, mert egyszer egy darab 10. helyre becsúsztak, úgyhogy megint csak azért azt mondhatjuk, a 20-ból mondjuk 15-17 hétvégén az Auber volt a jobb. Tehát ugye a csapatok szintjén is egy igazságosabb értékelés tenne lehetővé, adott esetben a kisebb csapatok közötti pénzelosztásnak az igazságosabb rendszerét tenné lehetővé. És ugye ne felejtjük, hogy volt már erre példa a Forma 1-ben, igaz, hogy egyetlen egy szezonon át élt, ezt talán a hallgatók közül kevesebben tudják, éppen 30 éve, amikor a mezőny többsége turbómotorokkal ment, ez volt az úgynevezett első turbókorszaknak már az alkonya, ugyanis ekkor a mezőny többsége még turbókkal ment, amelyek egyértelműen erősebbek voltak a szívómotoroknál, de már elkezdtek a szívómotorok visszajönni. Elsősorban persze kisebb csapatok használtak szívómotorokat, akik örültek, hogy itt van ez az olcsóbb motorfajta megint.
olcsóbb és lassabb természetesen, és ezeket a csapatokat értékelték egy külön bajnokságban. A Jim Clark kupát, illetve a Colin Chapman trófeát a Lotus két legendás alakjáról nevezték el ugye ezt a külön értékelést, bár a Lotus nem volt benne, mindegy. Tehát a Jim Clark kupát, illetve a Colin Chapman trófeát az a pilóta és az a csapat kapta a szezon végén, akik a legjobban szerepeltek ebben a külön értékelt bajnoki pontversenyben, amelyet csak a szívómotoros autóknak írtak ki. Tehát azt sem lehet mondani, hogy ez teljesen idegen lenne a Forma 1-től ez a gondolat, vagy a Forma 1 történelmétől. És ugye ha minden igaz, akkor tavaly nyáron a stratégiai csoportban egyszer már fölmerült ez, legalábbis volt egy ilyen hír július-augusztus körül, hogy fölmerült már ötlet szintjén, hogy a kisebb csapatoknak kellene valami külön értékelést csinálni. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, hogy ez talán még anélkül is megvalósulhat, hogy esetleg oda kerülnénk mi a Forma 1 vezetőségébe, amire egyelőre még szerényebb az esély. Igen, és érdekes nevek kerülhetnek egyik, nyilván nem a világbajnokok sorába, de a bizonyos bajnoki cím járna azért a privát győzelmért, ez jutott eszembe, hogy ugye bizonyos Jonathan Palmer Forma 1-es bajnoknak mondhatja magát, ugye ő volt az, aki bizonyos 87-es szezonban megnyert ezt a privát bajnokságot, és megkapta a Jim Clark kupát, ugye nem világbajnok, csak nem is tudom milyen bajnok, a Jim Clark bajnok, Jim Clark kupa tulajdonosa, de felkerülhetnék akkor ilyen nevek, és ilyen nevek is jobban megismerhetne a világban. Na látják, az a Sergio Perez, vagy ez a Nico Hülkenberg, igaz, ő most már jári csapatban van, de mondjuk az a Perez, és Perez hányszor lett volna már privát bajnok? Na, de azt is kiszámolhatjuk majd, hogy hazaérünk. Nem is egyszer, azt hiszem. Tavaly például ugyebár azt hiszem, hogy ő lett volna, ha jól emlékszem. Minden bizonnya. Mi a véleményetek a tesztelések jelenlegi helyzetéről? Milyen új változásokat hoznátok? Ha hoznátok. Hát az FIA-s tesztekről jelenleg annyit kell tudni, hogy nem nagyon vannak. Ugye hát nagyjából 10 éve, vagy hát 2008-ban, amikor jött ez a bizonyos gazdasági válság, akkor ezt az FIA-s eléggé megérezte, és akkor jöttek ezek a hatalmas költségcsökkentő intézkedések, hogy vissza kell szorítani a tesztek számát. Erről már beszéltünk is talán pár hónapja, hogy ennek mi a háttere, meg hogy egyetlen tesztkilométer is mekkora költséget jelent, hogyha ezt így kiszámoljuk, hogy mennyi benzint égetnek el, és mennyi gumi kopik. Szóval meg nem beszélve a csapat odautasztatásáról, az autóról, az mindenféle szállítmányról, és ezért szorították vissza. Korábban szinte korlátlanul lehetett tesztelni, akinek volt saját tesztpályája, mondjuk a Ferrari az kiment, amikor úgy ráért egy nyugodt vasárnap délután, és körözgetett ott egy kicsit Mihály Schumacherre, vagy épp a tesztpilotájával, de ez már jó ideje nem lehetséges, és nagyon le van korlátozva, hogy mennyit tesztelhetnek a csapatok, és csak is kollektív teszteken, ugye a szezon előtt most már csak 8 tesztnap volt, és a szezon közben lesz idén 4. Emellett pedig csak korábbi autókkal lehet körözni, ami visszakanyarodva a Sebastian Loebre és a majdnem FIA-s debütálására idén, vagy mostan jelenleg ez már lehetetlen lenne, és 2009-ben is már ugye érvényben voltak ezek a ehhez hasonló tesztszabályok, nem is volt lehetősége arra, hogy különösebben körözgessen és tapasztalatot szerezzen egy releváns F1-es autóval, hiszen egyszerűen nincsenek tesztlehetőségek. De és nyilván ki is derült, hogy a Forma 1 azért így is működik most attól, hogy jóval kevesebb a teszt, és a nagyobb csapatok panaszkodnak is rendszeresen, hogy kevés, meg nincs elég adat, meg vakon kell készülni az első futamokra, de azért mindig kiderül, hogy semmilyen tragédia nincs, ugyanúgy lezárnak az versenyek, nincsenek tömeges kiesések, nincs semmi komoly probléma, és ez bizonyítja, hogy így is működik, és még inkább az merül fel, hogy még kevesebb teszttel is meg lehetne ezt oldani. Amivel valószínűleg az is igaz lenne, de azért valamennyi teret azért érdemes adni a csapatoknak, főleg a nagy gyártóknak, akik azért valamilyen szinte azért vannak, hogy kísérletezzenek és próbálgassanak a dolgokat, és nekik vannak ötleteik, és nem tudják a pályára vinni őket sokszor, vagy csak nagyon limitált lehetőségük van erre. És ugye azért a gazdasági válság már elmúlt egy ideje, valószínűleg kisebb csapatok is jobban állnak, és megtehetnék, hogyha nyilván továbbra is észszerű keretek között tartva, de azért hogyha megnövelnék a tesztek számát a szezon során, akkor ne kerüljönnek általában kisebb csapatok se, és részt tudjanak venni az ilyeneket. Én így gondolom, hogy akár ez most már egy reális dolog lehetne, hogy egy kicsit megnövelni vissza közelebb a régi szinthez. Mindenképpen, tehát az, ahogy te is utaltál rá, hogy a régi rendszer visszatérjen, hogy mindenki annyit tesztel, amennyit akar, és 10 millió eurókat, vagy akár lehet, hogy még egy nullát oda lehet tenni, elszórjon évente tesztelésre, az nem lehet és nem kell visszahozni.
viszont jelenlegi túl kevés, és én abban látnám a jövőt, hogy a meglévő, ugye most van 8 tesztnap a szezon előtt, kollektív, együtt tesztelnek, meg van 2x2 a szezon közben, amit megint csak együtt csinálnak. Meg ott van ez a szezon végi bohóckodás, de azt hagyjuk. Szerintem az kevésbé számít az autók fejlesztése szempontjából. És ezek mellé a csapatok kapnának mondjuk évi 6, maximum 8 napot, amit mindenki maga dönthet el, hogy hol, mikor, mire használ föl. Tehát lenne egy adag szabad felhasználású tesztnap. Mert az szerintem röhelyes, hogy ha egy csapat egyedül akar tesztelni, tehát mondjuk nem óhatja a többieknek megmutatni, hogy mit talált ki, és szeretne a pályára vinni egy új forradalmi megoldást, akkor erre egyetlen lehetősége van, az úgynevezett filmforgatási nap. Tudnélik, évente 2x 100 kilométert, ugye? Igen. 100 kilométert megtehetnek egy versenypályán, filmforgatási célból, ugye, hogy reklámfilm, hivatalosan ez arra van, hogy reklámfilmeket csináljanak, stb. De hát valójában ugye azért ezt szokták arra használni, hogy legalább 100 kilométert meg lehet tenni mondjuk egy új első szárnyal, vagy egy új padlólemezzel. És erre szerintem egyszerűen lehetőséget kell adni, hogy egy csapat egyedül magában tesztelhessen. Viszont ne kell korlátozni, nagyon szigorúan ennyi napod van rá, és aki azt túllépi, akkor azt meg jó, meg kell büntetni. A riválisok úgyis fel fogják jelenteni, tehát titokban nem lehetne sutyomban tesztelni 50 napot, mert lebuknának. De hogy valamennyi privát tesztelésnek járnia kellene a csapatoknak, az szerintem bizonyos, és hogyha mondjuk az Uber, most ugye talán ők a legszegényebb helyzet, vagy a legrosszabb anyagi helyzetben lévő csapat, nem engedheti ezt meg magának, hogy 6 napot privátba teszteljen, akkor így jártak. Bocsánat, tehát azért a friss motort se engedhették meg magukat idén. Tehát nem mindent a legkisebb csapathoz kell azért mérni, mert persze nagyon, tehát én kimondottan kis csapatpárti vagyok, és nagyon helyeslem, hogy az ő lehetőségeiket próbálják javítani, de nem mindent hozzájuk mérjük a legszegényebbekhez, mert azért itt a világbajnoki cím mégse ott dől el. Az majd az én alternatív bajnokságom lesz, ami ott fog eldőlni. És a filmforgatási napokhoz visszatérve, a Ferrari éppen tegnap járt egy filmforgatási napon, és a rajtokat gyakorolták, szóval lehet, hogy volt ott egy kamera, és lehet, hogy fölvettek valamit, amit majd bevágnak valamilyen reklámfilmbe, de azért és Raikkonen is vette a voltot ráadásul, szóval nem is valami tesztpilótát ültette be, hogy na jó van, körözz egy kicsit, és majd jól fog mutatni a képernyő, hanem tényleg a pilóták, akiknek majd hasznos lesz a következő futamokon, hogy elsajátítottak valami technikát, vagy esetleg kipróbáltak valami újdonságot az autóban. Ilyenekre lehet ezt használni, de tényleg kicsit kínos is, hogy ilyenekhez kell folyamodni, ilyen trükközésekhez, ilyen nyilvánvaló trükkökhez, és mindenki tudja, hogy nem filmet forgatni mennek, vagy nem elsősorban, de mégis így kell kijátszani ezeket. Kicsit ahhoz hasonlít, most így kimondva, mint mikor csapatosat utasítás miatt trükköztek, hogy nem szabad, de azért valahogy mégis úgy mondtuk, hogy... Igen, hogy nem azt mondtuk, igen, hogy engedd el Mikhaelt, csak azt, hogy a Kankalin éjszaka virágzik, és akkor ez azt jelenti, hogy... Igen, most is beírják a dossziéba biztos maguknak az FIA-nál, hogy filmforgatási napon voltunk ezen a napon, és kész, és aztán azt csináltuk, amit akartak. Szóval lehetne ezen engedni valóban, és rengeteg korlátozás, például most eszembe jut a Pirelli tesztek, ugye van még 25 tesztnap pluszban az említetteken kívül, amit használhatnak a csapatok, illetve a Pirelli egy-egy csapat autójával összesen szigorúan gumitesztre használhatják, és akkor viszont a csapatok teljes sötétségben tapogatóznak, tulajdonképpen a Pirelli rendelkezésre bocsátják az autójukat és a pilótájukat, ők olyan gumit tesznek fel, amit akarnak, általában következő évekre tesztelnek, 2018-as, 2019-es új konstrukciókat. És most, de még így se tudja a csapat, hogy mi van rajta. Legfeljebb azt látja, hogy eső, gumi vagy száraz, de ugye nem azt se közlik a csapattal, hogy ez most egy keményebb vagy egy lágyabb valami. Igen, és ez is kicsit olyan visszás, hogy ott a csapat, és nem szabad neki tudnia, és el van titkolva, és mindenki titkol mindenkivel mindent. Szóval fel lehetne engedni. Most mi lenne, hogyha láthatnánk a saját adataikat, és aztán a többi csapat is látja a sajátjait, amikor majd ő teszteli a gumikat. Igen, főleg, hogy ebben ugye minden csapat részt vesz, persze lesz, aki nem egy, lesz, aki egy napot, lesz, aki kettőt, hármat, de minden csapat részt vesz benne. Igen, akkor most mi történne, hogyha így egyszerűen tudnák, hogy mit csinálnak a pályán?
Igen, túlzás ez így. És végül jöjjön egy egészen izgalmas kérdés, hiszen nem csak a sportban, hanem szinte az élet minden területén az utódoknak a tulajdonképpen felkészítése, a fiatal versenyzők támogatása egy rendkívül fontos és lényeges kérdés. Ti milyen módon támogatnátok, segítenétek, fejlesztenétek a jövő generációit? Tulajdonképpen ezt már is az előző kérdéshez lehet csatlakoztatni, hiszen ha megnövelnék a tesztek számát, a felhasználható tesztnapok számát, azzal valószínűleg a tesztpilóta, ami régen egy hihetetlenül fontos funkció volt, hogy valaki tesztpilóta, az valamelyest visszanyerni az értékét. Főleg, hogyha azt mondanánk, hogy mondjuk akkor a szezonban meglévő 12 tesztnap mellé mondjuk kapnak még 8-at a csapatok, amit mindenki maga felhasznál, az úgy 20, és a 20 tesztnapból legalább 8 vagy 10 napon a tesztpilótának kell beülni. Ugyanis tényleg 10-15 éve az, hogy valaki tesztpilóta, az egy nagyon-nagyon fontos funkció volt. Ugye Alexander Wurz volt egy ilyen legendásan jó tesztpilóta, Luca Badoer a másik. Badoer különösen igaz, hogy tehát ő versenyzőként teljes kapufa volt a fickó, viszont hát Schumacher maga méltatta őt, hogy a sorozatban szerzett világbajnoki címekben magának Badoernak is hatalmas szerepe volt, mert olyan visszajelzéseket adott az autóról teszt közben, amitre kevesen voltak képesek. Hát csak már ő akkor érezte jól magát, ha egyedül van a pályán. Van ilyen. No, tehát hogy a tesztpilóta, mint pozíció, az nem egy ilyen névleges valami lehetne, hanem egy komolyabb poszt. És hogyha ezt összekötnénk azzal, hogy tesztpilótának csak úgymond fiatal versenyzőt lehet alkalmazni, ugye erre van egy nagyon szép definíciója az FIA-nak, hogy a fiatal versenyző az, aki legfőjebb 2 Forma 1-es futamon indult életében. Tehát az tekint nevezhető ilyen újonc versenyzőnek, és akkor ilyeneket kell kötelezően alkalmazni, és mondok még jobbat, a pénteki szabad edzéseken X alkalommal, mondjuk egy év során 10 alkalommal, 5-ször az egyik pilóta helyén, 5-ször a másik pilóta helyén kötelező ezeket a fiatalokat autóba ültetni, hogy szokják a Forma 1-es verseny hétvégék hangulatát, együtt körözzenek a pályán a többiekkel, és így tovább. Mert jelenleg az a borzasztóan röhelyes helyzet állt elő, erre is van egy jó, hogy az előbb Gutierrezzel már például osztunk, most másik kedvencem Lance Stroll következik. De nézzük meg, mit csináltak Lance Stroll-lal. Ugye ő a 18 éves újonc idén a Forma 1-ben, aki jelenleg több autót tört össze, mint ahányszor célba ért. Nem mindig az ő hibájából tegyük hozzá, de azért majdnem. Őt ugye most fölpróbálják készíteni egy Forma 1-es karrierre. Ennek a legjobb módja az volt, hogy 18 évesen őt beültetik versenyzőnek. És a végig gondoljuk, tényleg ez a legjobb módja? Tehát tesztpilótaként mi egy évben 2-szer autóba ülsz? Ez nem egy felkészítés. Vagy ugye tavaly még megcsinálhatták vele azt, hogy a apuka majd 40 millió körüli összeg volt, nem is tudom, hogy euróba vagy dollárba, de mindegy, és a horrorisztikus összeg volt, amit ráköltött arra, hogy kimustrált régebbi versenyautókkal mindenféle pályákon körözhessen a kisrác, többek közt a Hungaroringen is jártak. De hát úgy mennyivel normálisabb lenne, hogyha egy Stroll lehet, hogy tehetséges, csak az biztos, hogy nem most 18 évesen kellett volna berakni az F1-be. És mennyivel normálisabb világ lenne az, hogyha egy rendes felkészülés lehetne adni ezeknek a srácoknak, úgy, hogy végigcsinálják a szezont a csapattal, kapnak 10 tesztnapot, meg 10 szabad edzést, és akkor azt mondom, hogy az egy felkészülés. Mert nyilván vannak kivételek, mint Max Verstappen, akinek erre nem volt szüksége, de azért ez a ritka kivétel, azt hiszem. Igen, üdítő lenne, hogyha tényleg a tesztpilóta szó, vagy jelző visszatér a régi fényeibe. Ugye most is van lehetőség, van ez a 2 tesztnapot ugye kötelező ezeknek a versenyzőknek, akik 2 vagy kevesebb futamon álltak rajthoz pályafutása során, a szezon 4 évközi tesztnapja közül 2-ben ugye őket kell autóba ültetni a pilótáknak, ami hát tudjátok, a fejükre kányhatik, vagy ki tudja, hogy hova ezt a lehetőséget, azért ez nem sok. Ráadásul a legkulcsabb dolog ebben, hogy éppen ez a szabály szövegezése miatt olyan pilóták is autóba ülhetnek, mint a 30. ETV-n már jóskán túllévő Gary Paffett, aki a Williams tesztpilótája, illetve fejlesztő pilótája jelenleg szimulátorban ténykedik, aki már semmi esélye nincs arra, hogy valaha F1-es versenyző, sokáig a McLaren volt
együttműködésben. És Potsdam még mindig jobb, mint ugye más csapatok, akik eladják ezt a lehetőséget. Nézd, mert a Toro Rosso Schongelált berakta, a Zauber jellemző Kimiya Sato, meg nem tudom kik, tehát ilyen, ilyen mindenféle lehetetlen, és az F1-nek soha közelében nem kerülő figurákat ültetve. Ez a másik rossz lehetőség, valaki jön pénzzel, és megveszi a teszt lehetőséget magának, és a csapatnak nem is segít annyit, mert honnan tudna jó visszajelzéseket adni, mikor életében egyszer volt a csapat fővati szállásán, és amikor bemutatkozott valószínűleg, vagy amikor bevitte a csekket. Akkor vitte a pénzt, szóval, igen. Szóval ez ilyen faramuci helyzet. De amit akarok utalni, hogy ezek a szimulátorban fejlesztőtek, amelyik csapatok azért komolyabban gondolják, ők is beültetnek ilyeneket, mint az említett Gary Peffet. Méghozzá azért, mert aki a szimulátorban dolgozik, annak is kell egy bizonyos összehasonlítási alap, ezt korrelációnak szokták hívni, és a csapatok örülnek, amikor megvan az a korreláció a szimulátorban szerzett adatok már között és a pályán szerzett adatok között, mikor jön a Gary Peffet, kiszáll az autóba, és mondja, hogy ez tényleg olyan, mint amit a szimulátorban éreztem, akkor az jó, már tudja, hogy amit eddig csinált a szimulátorban, az jó, úgyhogy kapnak általában egy-egy ilyen tesztnapot, mint mondjuk a McLaren most beültette szegény Oliver Turvyt, akinek nagyjából 10 körrel jutott a szörnyű Honda motor miatt élt a nagy lehetőségen, hogy végre vezetősen 2-3 év után egy autót, egy F1-es autót, és ő is már 30 éves, semmi esélye, hogy valaha F1-es pilóta legyen, szóval ezzel sem a fiatalságnak nem tesznek jót, a csapatok nem segítik a fiatalság fejlődését, ezen is valóban változtatni kell, és olvastam egy érdekes ötletet, hogy hogy lehetne a fiatalokat még jobban felkészíteni az F1-re. Kicsit merész ötlet, de akár meg is valósulhat. Egy versenyt rendezni nekik az F1-es hétvégéken, mondjuk akár pénteken, péntekest versenyt, és akár F1-es autókkal, bár ez megint ugye felvetik kérdés, hogy mi van, hogyha összetörik most, meg vagy vigyünk még egy autót, ami megint egy rengeteg költség. Egy ilyen lehetőség, hogy mondjuk van 10 csapatnak, mondjuk, hogyha mindenki 2 pilótát csatasóba tudna állítani a 2 autójával, az már egy egész szép mező lenne, és nem világbajnokságot futnának, de valamilyen jellegű verset, valamilyen jellegű trófeáért, és összemérhetik az erejéket egy rövidebb versenyen, és legalább tényleg beletanulnának az F1 működésébe, és tényleg élesbe próbálhatnak ki, hogy ez milyen, és ez biztosan felkészíteni őket a továbbiakra. Én zabálnám ezt a dolgot, tehát mondjuk egy pénteki, főleg ugye, hogy volt szó arról, hogy a verseny hétvégig programját valahogy föl kell dobni. Igen, hogy mondjuk péntek délután egy sprint futam F1-es autókkal és fiatal versenyzőkkel, azt földobná például a programot. Csak igen, tehát itt ezzel az ötlettel, ami tényleg ugye fölismerült már komolyabb szinten is, nem mint hogyha itt a Tisza Rádió stúdiója nem lenne egy elég komoly, de még komolyabb szinten is fölmerült már ez az ötlet, de hogy ennek azért nagyon durva anyagi vonatkozásai vannak, ha ez F1-es autóval történik. Ha meg nem, akkor meg kicsit értelmét veszti, mert akkor ott vagyunk, mint egy GP2. Max lehetne annyit, hogy akkor mondjuk minden autót fölmázolunk egyet Red Bull színűre, egyet Ferrari színűre, így úgy amúgy, és akkor mindenki küld el sajátját, az meg nekem olyan paraszfakításnak tűnne. Tehát ennek akkor lenne értelme, hogyha F1-es autókkal, akár mondjuk csapatonként egy, tehát 10 darab autóval egy 15 körös sprint futamot mennek a srácok, tök jó lenne, csak ahogy mondod, mi van, ha bezúzzák az autót. Igen, csak plusz munka ugye a szerelő csapatnak, akik így is kevesen vannak, és így is a nyelvük lóg a hétvége végére, amikor meg annyit kell szerelni javítani, és mennyi pénz, igen. Mennyi pénz egy olyan dologra, ami termelni nem fog, igazán attól tartok. Szóval ez egy nagyon szép elképzelés, és imádnám a dolgot. De ez, hogy mondjam, még kidolgozásra szorul. Ki kéne találni, hogy ez hol éri meg. Azt hiszem, ez lenne a legnagyobb, vagy ez a legnagyobb kérdés ezzel kapcsolatban. Mai fantasy adásunk végére értünk, de szeretném megkérdezni tőletek, hogy esetleg valamivel még lezárnátok-e ezeket a gondolatokat? Igen, én annyit szeretnék az egészhez hozzátenni. Itt ugye most 5 olyan dologról beszéltünk, 5 olyan területről beszéltünk, ahol a Forma 1 valóban legalábbis szerintünk javíthatna valamit. Jelenleg ki sem mondható igazán rossznak, ahogy működik, de lenne mit javítani. Viszont én azt a meggyőződésemet szeretném hangsúlyozni, hogy a nagy egészet tekintve a Forma 1 azért
azért úgy rendben van, ahogy van. Tehát igazán vad elképzeléseket, úgy, mint például az úgynevezett Joker kör bevezetése, ami ugye a Rallycross-ban, meg most már a túrautóból is ismert, ez tulajdonképpen az intézményesített pályalevágás, hogy úgy mondjam, vagy mondjuk a formulából ismert fanboost, esetleg a fordított rajtrácsos sprintfutam, a rövidebb versenyek, stb. Ilyeneket én nem szeretnék, őszintén megmondom. Tehát én hiszek abban, hogy a Forma 1 meglévő keretei azok jók úgy, ahogy vannak, és legfeljebb finom hangolásokra szorul itt-ott. És még egy dolog, amit sokszor szoktak hangoztatni, és én nagyon remélem, hogy nem fogják visszahozni, lehet, hogy ez egy népszerűtlen záró gondolat lesz részemről, az a tankolás. Mégpedig azért, mert a tankolás valóban egy látványos dolog volt, és úgy emlékszünk rá, hogy az régen volt, és milyen jó volt. De mire is volt jó? Tulajdonképpen még több előzés történt a boxban. Még több taktikai előzés történt. Olyan pozíciócsere, amiért nem a pályán kellett megküzdeni, hanem az eltérő üzemanyag taktikának köszönhetően jött létre. És emellett persze marha költséges is, tehát ez is jelentősen megnyomná a csapatok költségvetését, akkor azt a plusz költségvetést meg inkább fordítsuk egy-két tesztnapra. És akkor én ezzel zárnám magam részéről. Minket alapvetően azért nincs, én is gondolkodtam az adás előtt, hogy miket is lehetne változtatni, az jutott eszembe elsőre, tehát jó ez így most, hogy kevés egy kicsit az előzés, az már mondhatni nem is a szabályok hibája, de hát nyilván a szabályok inkább az autóké vagy fizika törvényei sokkal inkább, mint a szabályoké, én azt mondanám. De bízok az új vezetőségben, és valószínűleg most már nem fognak, nagyon remélem, ilyen merész dolgok fölmerülni, amiket elkezdtem hangoztatott az ilyen pályalevágás és hasonló szabályok intézményesítésével. Én bízok benne, hogy a Chase Carey-ék és ugye Ross Brown, aki a technikai részlegét fel, elő fognak állni valami olyan megoldásra, ami mindenki számára elfogadható ezt, és szerintem, hogyha ezt a csatázás helyzetét megkönnyítenék, hogy könnyebben tudják az autót követni egymást, és azt mondanák, hogy ez így jó, és most ha nem nyúlunk hozzá, akkor is azzal megelégedhetnének a nézők, mert azért a Forma 1 visszatérne arra a szintre, ami jár neki, és ami tényleg élvezetes. Kedves hölgyek és urak, a mai adásunk végére értünk. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Búcsúzik a műsorvezető Horváth Ede és a két szakkommentátor. Gellérfi Csizmadia Gergő és Bognár Viktor. Adásunkat a tiszaradioplus.hu weboldalán minden szerdán 16 órakor hallgathatjátok meg, illetve a www.formula.hu weboldalon, valamint a formula.hu YouTube csatornáján a jelenleg és a korábbi adásokat is visszahallgathatjátok. Köszönjük a figyelmet, a jövő heti viszonthallásra. Sziasztok! Autósport és Formula magazin. Minden szerdán 17 órától a mikrofonnál Fodor László és a két szakértő műsorvezető Gellérfi Csizmadia Gergő és Bognár Viktor.